Olyan csodálatos. Igen, szép, de nem olyan szép, mint te. Köszönöm. James hoz nekünk vacsorát a szobámba. Ugye eszel? Tony? Tessék, szívem. Tényleg szeretsz engem? Nagyon szeretlek. És te szeretsz? És be is bizonyítottam neked. Bebizonyítottad. Köszönöm. Rachel, nyisd ki az ajtót! Nyisd ki azt a rohadt ajtót! Tony! 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 Szedd össze! Elnézést, hogy megijesztettem. Maga kicsoda? Egy senki. Martin, én mentettem meg a főnököt a helikopter baleset után. Ön itt lakik? Úgy látom, fél ettől az embertől. Nem tudom, hogy kicsoda. De nem mondja meg senkinek, hogy találkoztunk. Jó. Mi történt, James? Nem is tudom, hogy történt, uram. Én elejtettem a tárcát. Semmi baj, látta Rachelt? Nem, uram. Rachel! Mi történt, James? Mondja el. Semmi, csak kiesett a kezemből a tárca. Én nem... Nem számít. Hozok másikat. Rendben van. Elnézést. Hol voltál? Sétáltam. Jól esett a friss levegő. Na, sírtál? Szomorú vagy, mert szerelmeskedtünk? Nem. Tony, nem akarok. Mit nem akarsz? Nem akarok játszadozni, és nem akarlak kihasználni. Azóta, hogy először találkoztunk, megváltoztak az érzelmeim. Tényleg szeretlek. Mit kell tennem ahhoz, hogy el tud engedni magad?
Tudom, hogy a szeretkezés nem jelenti azt, hogy szerelmes vagy. De kezdetnek megteszi. Soha egyetlen nő iránt nem éreztem azt, amit irántad érzek. Kérlek. Komolyan mondom. Őszintén szeretlek téged. De biztosan kell tudnom azt, hogy te is így érzel-e irántam. Nem baj, ha átmegyek a szobámba. Menj csak, ha ezt akarod. Jó hét. Szobájában. Mi ez a rendetlenség? De nemrég még nyilvánvalóan itt volt. Igen, itt volt. És aztán? Azt hiszed, nem tudom, hogy mit csináltatok? Ehhez semmi közöd nincs. Nincs közöm hozzá? Azt hiszed, hülye vagyok. Tony a férjem, és azt csinálok vele, amit akarok, tudod? Na ide figyelj, te kis kurva! Hagyj engem békén! Menj innen! Gyűlöllek! Undorodom tőled! Asszonyom, Tony és Max verekednek. Mi? Tony és Max verekszik. Hol? Az emeleten. Adjátok abba! Adjátok abba! Megalondultatok! Mit csináltok? Meg akarjátok ölni egymást! Vagy rögtön eltűnsz innen, Max. Vagy börtönbe juttatlak. Ahogy akarod, de őt is magammal viszem. Elment az eszed! Dehogy! Ha én börtönbe megyek, Rachel is velem jön. Miért emlegetitek a börtön? Mi a jó Isten folyik itt? Én elmegyek, Tony. De nem vele. Nem mész sehová. Itt maradsz, érted? Nem kényszerítheted. Úgy is el fog menni. Utoljára figyelmeztettelek. Tűnjen innen, vagy börtönbe kerülsz. Hogy mondhatsz ilyet? Rachel Tony felesége. Rajta, Max, mondd el. Micsodát? Az igazságot. Az igazságot? Mármint azt, hogy Rachel az elejétől kezdve tudott mindent? Nem igaz, nem tudtam. Mondhatsz, amit akarsz? Ha azt állítod, hogy nem tudtál semmit, én azt fogom mondani, hogy kezdettől benne voltál. Mindent tudott Tony. Sőt, azt mondom majd, hogy az egész az ő ötlete volt. Minden szó hazugság, senki sem fog hinni nekem. Azt te csak hiszed? Biztos vagy benne? Ha? Feltennéd rá az életed? Tony! Ne, ne, elég volt! Nem érdekel, kit rántok magammal. Mondja csak azt, hogy nem ismer, és nem tudod semmit a tervről. Én azt állítom, hogy tudod mindenről. Egy ocsmány hazudozó vagy! Most aztán elég volt ebből. Elárulná valaki, mi folyik itt, milyen terv? Tudni akarom, azonnal mondjátok meg! Tony! Ó, Tony, könyörgöm, mondd el! Miért nem kérdezed meg a fiadat?